a Közép-Dunántúli Operatív Program részeként meghirdetett kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése tárgyú pályázaton Várpalota város önkormányzata sikerrel pályázott és nyert 90%-os támogatással Európai Uniós és hazai forrásból finanszírozott 118,6 millió forint összegű támogatást. A kerékpárút építése a Magyar Közút Nonprofit ZRT-vel együttműködésben valósult meg. A rendezvényen elsőként a kerékpárút Gárdonyi Géza utca 8-as út szakaszán Talabér Márta polgármesterasszony, dr. Juhász Attila önkormányzati képviselő, a kerékpárút kezdeményezője, Kocsi Tamás kerékpáros szakértő és dr. Dobos Tamás az Egészséges Palotáért Egyesület alelnöke közreműködésében nyitották meg a kerékpárosok számára az elkészült kerékpárutat. A projekt záró ünnepély Talabér Márta polgármesterasszony köszöntőjével kezdődött, melyben örömét fejezte ki, hogy átadásra kerülhet Várpalota első kerékpárútja, mely egy hosszú folyamat eredménye. Reményét fejezte ki, hogy a fiatalok mellett az idősebb kerékpárosok is használni fogják ezt a környezetbarát közlekedési módot. Hozzátette, az új kerékpárút lehetőséget nyújt a fiataloknak szabadidejük hasznos eltöltésében, az idősebbek pedig munkába járáshoz, ügyek intézéséhez, illetve bevásárláshoz is igénybe vehetik. Talabér Márta elmondta, az Európai Unióban előtérbe helyezik a fenntarthatóságot, a kerékpárutak létrehozását. Ez a projekt is Európai Uniós összegből épülhetett meg, amely úthálózat kiépítését Hinota és a Balaton irányába is folytatni szeretnék a jövőben. A projekt záró az Óvjuk a környezetünket vetélkedő döntős csapatainak és tanárainak részvételével zajlott, melyet Vancsek Ferenc, az Egészséges Palotáért Egyesület elnöke, a vetélkedő főszervezője nyitott meg. Ezután kisorsolásra került a Várpalota Kerékváros kampány fődíja, egy Capriolo Monitor típusú kerékpár. A kérdőívet 672 pályázó küldte be, közülük a kétkerekűt Polgár Réka, a Turi György gimnázium tanulója nyerte meg. Várpalota első kerékpárútját Talabér Márta polgármester és dr. Juhász Attila képviselő avatta fel. A kampány során számos tevékenységet végeztünk, megpróbáltuk a kicsiket és a nagyokat, a családokat, a cégeket is bevonni. Volt például egy rajzpályázatunk, volt fotópályázatunk, ahol mind kerékpáros, mozgással kapcsolatos képeket lehetett beküldeni, de terményekkel is, mert a kampánynak nem csak a kerékpározás, hanem az egészséges életmód is a része volt. Akkor ezen kívül hát a nagy kampány esemény az a fődíjra való nevezés volt, aminek az volt a módja, hogy kérdőívet kellett kitölteni a lakosságnak kerékpározással, étkezéssel kapcsolatban, és a beérkezett kérdőívek között sorsoltunk. Na, a lakosságot ez mozgatta meg leginkább, 672 kérdőív érkezett, és a végén kisorsoltunk egy kislányt, egy Túri gimnáziumba járó kislány nyerte a kerékpárt. Ezen kívül voltak óvodai foglalkozásaink is, voltak iskolai foglalkozások, oda a körzeti megbízottakat kértük meg, hogy a biztonságos kerékpározással kapcsolatos előadást tartsanak, mert úgy gondoltuk, hogy ők a legkompetensebbek ebbe, és őket is szívesen fogadták a gyerekek. Ezen kívül a Várpalotai napokkal egy időben a Várkerti Általános Iskolában rendeztük meg a család és civil napunkat, ahol kerékpáros ügyességi versenyeket, zsákbafutást, kézműves foglalkozást tartottunk. A rendezvény a polgármesteri hivatal dísztermében folytatódott projektzáró beszámolóval, ahol részt vett Talabér Márta polgármesterasszony, dr. Juhász Attila a kerékpárút kezdeményezője, a pályázat lebonyolításában közreműködők, a kivitelező, a tervező, a kampányszervezők, valamint a kampányban közreműködő civil szervezetek. A projektzáró ünnepélyen a polgármesterasszony köszöntője után Polányi Péter, okleveles építőmérnök, közlekedési építőmérnöki tervező beszámolóját hallgathatták meg a jelenlévők, melyben elhangzott a projekt célja Várpalota városban a kerékpározás
mint környezetbarát közlekedési mód elterjedésének előmozdítása. Ennek érdekében a várost átszelő 8-as számú főút mentén egyoldali, kétirányú kerékpáros létesítményt építettek. A Várpalotai Sportcsarnok előtti kijelölt gyalogos átkelőhelytől a 8-as számú főút jobboldali, a centrum felé eső oldalán indulva, majd a centrum térségét elhagyva egészen a Veszprém felé eső utolsó kijelölt gyalogos átkelőhelyig 1577 méter hosszon. A projekt részeként 733 méter hosszban a városközpont felé vezető irányokba nyitott kerékpársávokat alakítottak ki a Gárdonyi Géza utca, Fehérvári út, Szent István út közötti szakaszán, a Kossuth-Lajos utca 8-as főúttól a belvárosig tartó szakaszán, a Szent Imre utca 8-as főúttól a belvárosig tartó szakaszán és a Szabadság téren. Ezzel egy szerves funkcionális egységnek tekinthető településrész vonatkozásában megtörténhet a biztonságos, kényelmes és közvetlen kerékpározhatóság feltételeinek megteremtése, hangzott el. A Várpalota Kerékváros kampány programjairól Marosvölgyi Ágnes adott tájékoztatást. A rendezvényen dr. Juhász Attila köszönetet mondott a pályázatban közreműködőknek. Végül a projektben résztvevők aláírásukkal hitelesítették a kerékpárút hivatalos átadását.